Hamarosan indul a szőlősi szüreti fölvonulás. Az előző héten itt a tájház kertjében leszüreteltünk. Bőségesen termett a 750 szőlőtőkés szőlőskertünk. 4,5 hektó mustot tudtunk kipréselni a sok-sok szőlőből, ami itt termett. Ez egy régi hagyomány, és minden egyes szőlőtermő, bortermelő vidéken így szokott ez lenni, hogy ilyenkor a szüret után összegyűlnek az emberek, és együtt ünnepelnek. Erre készülünk mi is itt Dabasszőlőben. Örülünk, hogy már nagyon sok fogat és lovas érkezett ide hozzánk. Nagyon sokan, akik szoktak ide hozzánk látogatni, beöltöztek, fölvették a népviseletet, és ezzel is kifejezik az összetartozásunkat, és azt a hagyomány tiszteletet, ami ezt az eseményt is jellemzi. Azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos ez az esemény, mert ez a település részünk egyik legnagyobb ünnepe. A búcsú utáni második hétvégén hagyományosan összegyülekezünk, és az őseink hagyományait követve szüreti fölvonulás keretében ünnepeljük meg az év zárását. Azért is fontos ez az alkalom, hiszen a gyökereinket ápoljuk. Ahogy a fa nem létezik gyökér nélkül, úgy az emberi közösségnek is szüksége van arra, hogy a gyökereihez, a múltjához, a hagyományaihoz tisztelettel forduljon és ápolja azokat. Erre készülünk mi is itt a mai napon, remélem, hogy az időjárás is kegyes lesz majd hozzánk, és az előző évekhez, évtizedekhez hasonló szép ünnepi alkalommal leszünk ma gazdagabbak valamennyien. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki el tudta fogadni a meghívásunkat, és ellátogatott ide Dabasi szőlőbe, ennek a falunak, ennek a városrésznek a legszebb ünnepére, a születi fölvonulásra, és majd aztán reméljük, hogy nagyon sokan ellátogatnak az esti utcabára is. Köszöntöm a fogatokkal, hintókkal érkezetteket, a lovasokat, a hagyományőrzőket, akik ezt a szép ünnepet a gyönyörű ruháikkal, a szépen feldíszített fogatokkal még szebbé teszik számunkra. Ilyenkor minden évben, amikor így összegyülekezünk, elsőként azokról emlékezünk meg, akik már nem lehetnek közöttünk, akik előre mentek, de akiket mi a szívünkben őrzünk továbbra is. A falunak az örökös bírája volt Mészáros János bácsi, akinek tavaly egy nagyon szép emléktáblát avattunk a kultúrházba. Róla neveztük el azt a közösségi teret, ahol a falu népe, a falu lakossága össze tud gyülekezni. A mai napon is megemlékezünk róla, Kodnár Attila barátomnak van egy kedves felajánlása, ezért kértük meg, hogy egy kicsit távolabbra álljanak a lovasok, mert hogy galambokat fogunk, hófehér galambokat fölengedni. Egyfajta szimbólum ez, hiszen a lelket szimbolizálja, ami előre ment, ami eltávozott, és még egy nagyon fontos dolgot szimbolizál, a békét, a békességet, amire mindannyian azt hiszem, akik itt vagyunk, együtt vagyunk, akik ma együtt fogunk ünnepelni és ezt a napot szebbé tenni, mindannyian vágyunk arra, hogy mindig körülöttünk a világban békesség legyen. Hát most kérem, hogy egy szép hallgatót játszon a zenekar, és akkor elengedjük ezeket a hófehér galambokat.
Thank you.
Szép az összép, olyan vagyok, mint a csillagos ég, olyan vagyok, mint az engedelem, a szép országot, csillaga a szerelem, a sötétben. Olyan vagyok, mint az engedelem, a szép országot, csillaga a szerelem, a sötétben. Nevet a rózsám, ártikás alakot, húja a szél rajta a szalagot. Ide csalogatok a sötétbe. Ha nem fújjam, magam is meglobogtatom ezt a szőkét. Ide csalogatok a sötétbe. Thank you.
nem a régi szeretőm. Én sem utána karika gyűrűben, alapszom a sajtálok, nem a régi szeretőm. Szegen nincs ikkös, le elindult a tiszár, mert 13 csöléseknől csikkoljon nyakán. A bája a kacsa, minden le nagyik a kanyán, de 13 fodrozottja a legkaderekán. De 13 fodrozottja, közöttje babával a káposzta. A szegen nincs ikkös, le elindult a tiszár, 13 csöléseknől csikkoljon nyakán. 13
drága! Szia!